A sényői nevelésű Kapacina Valér korábban szerepelt a Honvéd, a Kisvárda, a Soproni és a Soroksár csapatában, az elmúlt télen pedig Moson-Magyaróváról érkezett az NB3-as újonchoz. A sényű jól szerepelt, és sokan azt hitték, hogy a középpályás ismét magasabb osztály felé veszi az irányt. A 26 esztendős futballista azonban úgy döntött, hogy a játékosok túlnyomó többségéhez hasonlóan marad a kék-sárga szerelésben. Volt megkeresésem, de semmi olyan komoly nem volt, amire azt tudtam volna mondani, hogy igen, megéri osztályt váltanom, vagy esetleg más csapatba menni NB3-ba. Úgy voltam vele, hogy nagyon jól érzem magam itt Sényőn, úgymond én hazatértem ide, itt nőttem fel, egy nagyon jó csapatba tudtam jönni, nagyszerű körülmények közé, úgyhogy nem volt indokolt az, hogy most váltsak. Mindenképp vonzó az, hogy ugye mi egy olyan társaság vagyunk, akik régóta ismerjük egymást, a Szabolcs-megyei játékosokra épül az egész csapat, egy nagyszerű közösségünk van, az edzők is, egy fiatal edzői stáb, aki most kezdte el nemrég az edzői pályafutásukat. Azt gondolom, hogy hamar a közös hangot hamar megtaláltuk, és ez az elmúlt szezon is bizonyítja, igaz, hogy csak fél évbe csatlakoztam, de azt gondolom, hogy nagyszerű eredményt értünk el. Kapacina Valér, akinek öccse Kevin is a csapat tagja, kulcsembernek számít a sényűi együttesben, és mint mondja, élvezi az ezzel járó kihívásokat. Az elején egy kis terhet tett rám ez az egész. Én is szeretem, hogyha van rajtam egy kis teher, vagy tőlem várják el azt a csapatban, hogy húzó ember legyek, de azt gondolom, hogy rajtam kívül van sok olyan játékosunk, aki húzó ember ebbe a csapatba, és bátran mondhatom azt, hogy megállja mindenki a csapatban a helyét, és én is nagyon élvezem ezt a szerepkört. A középpályás szerint, mivel a csapat gerince együtt maradt, a legutóbbi szezonban elért hatodik helyezésnél is merészebb álmokat szövegethetnek a következő bajnokságban. A Sényű szombaton Tiszaújvárosban lép pályára edzőmeccsen, majd még a Debrecen 2-vel, a Fehérgyarmattal és a Mándokkal játszanak Kapacináig az augusztus 4-én esedékes bajnoki rajtig.